A Rembrandt festékek leírásában úgy szerepel, hogy mesteri olajfestékek, de egyébként ezzel a jelzővel szerintem abszolút nem lőttek mellé, mert egy igenis nagyon professzionális festékről van szó, ami abban is mutatkozik meg, hogy nagyon finoman őrölt pigmentekkel és nagyon élénk pigmentekkel dolgoznak, tehát borzasztó szép színeket kapunk nagyon jó fedéssel. A tubusok mérete az 15, 40, 60 és 150 millis, nekem ilyen 40-es tubusaim vannak. Jellemzően nagyon jól tartják a színt, tehát nem fakítja meg a nap, nem vesztik el az intenzitásukat, tehát sok-sok évig csodálhatjuk az elkészült képeknek az intenzív színvilágát. Ami még érdekes, hogy 1-től 5-ös sorozatú besorolást kaptak a festékek, tehát az 1-es a legolcsóbb, és az 5-ös a legdrágább. Például az, amit a kezemben van, ez a türkíz, ez az egyik kedvencem, ugyanis elég sokat próbálkoztam és kísérleteztem azzal, hogy egy igazán jó és természetes türkíz színt ki tudja keverni, mint amilyen magának a kőnek is a színe, vagy a mediterrán tengerparton látható tengernek a színjátéka, és ebben megkaptam azt, amit kerestem, sőt, hogyha hozzá keverem ezt a nápoly sárgát, akkor egy még napsütöttebb és intenzívebb színvilágot kapok így a türkizzel. Nagyon érdekes játékot ad. És hogy a saját tapasztalataimról is beszéljek, volt egy olyan képem, ami így kicsit elfelejtődött, de aztán újra így a kezem ügyébe került. Néztem, és arra gondoltam, hogy ez egy tök jó felület lenne arra, hogy leteszteljem a festéket, és talán ez lenne a legjobb szemléltetési mód, hogy bemutassam, hogy előtte és utána mi a változás, vagy mi a különbség. És látható a felvételen, hogy szerintem eléggé egyértelmű a különbség, tehát a régi verzióhoz képest a festményem egy viszonylag ilyen fakó, élettelen színvilágú volt, még a Rembrandtos verzióban igazán láthatóak a kontrasztok, a mélységek, a piros és a narancs szinte izzik, vakít, annyira gyönyörűek a színek, hogy elképesztő, és a mély kékek tényleg kihozzák azt a kontrasztot, amit eredetileg szerettem volna elérni. Aztán itt van még ez a gyönyörű ultramarin viola, valamint, nem tudom, hogy jól ejtem, a Phthalo Blue Red is. És én nagyon szeretem az íris virágnak ezt a kékes-lilás árnyalatát, és arra gondoltam, hogy szeretnék festeni egy olyan képet, aminek a közepén az íriszvirágnak ez a könnyed hullámzása van a szirmokkal, amit körbeölel a zöld leveleknek ez a lágysága. És fehérekkel kiegészítve, illetve keverve ennek a két színnek valami olyan elképesztő árnyalatai bontakoztak ki, hogy szerintem gyönyörű lett maga a szín, és hogyha rásüt a nap, akkor meg egészen elképesztő, szinte bele lehet veszni. Szóval igazán az én tapasztalatom az, hogy jó festék, nagyon könnyű vele dolgozni, szinte játéknak fogja fel az ember, főleg, hogyha tapasztaltatok olyat, hogy mit tudom én, vagy túl híg, vagy túl szilárd a festék, hogy ez mennyire meg tudja nehezíteni magát a munkát, vagy a színeknek az összekeverését. Itt egy nagyon jó konzisztenciával bíró festékről van szó. És nagyon-nagyon jó fedésűek, nagyon intenzív színvilággal bírnak. Úgyhogy, ha valakinek esetleg felkeltett az érdeklődését, akkor a leírásba be fogom linkelni a Magyar Művészellátó boltnak a linkjét, és akkor ott kedvetekre tudtok böngészni.